Ami nekem a legfontosabb volt, tényleg ez az idegenség. Hogy mi itt idegenek vagyunk. És ez a kiindulási alap. De bármilyen kapcsolatnál az a kiindulási alap, hogy a másik ember az idegen. És hogy jutsz el, és hogy jutsz el a másik emberhez. Hogy veszed föl vele a kapcsolatot. Ennyi, és szerintem ez az előadás erről szól. Nekem. Persze mindenkinek másról. Meg kell fejteniük egy 11 számjegyből álló kódot, amit a mobiltelefonjukba beütve a zöld gomb megnyomásával érvényesíthetnek. Életemre esküszöm, nem tudtam ezt a telefonszámot, ez így van. Végül az utolsó két számot úgy kapjuk, hogy 20-hoz hozzáadjuk Pete-t, és elhagyjuk a tizedeseket. Fakanál meg itt elakadt ebbe a szar bőnadrágomba, szóval... De most mi volt ebben bonyolult? Ugye úgy történt, hogyha az emlékeim nem csinálnak, hogy egy nagy fehér felhőbe fölvitt engem a Pepe, és megismertem a hangjáról, és akkor utána mi is történt, akkor végigvittek az űrbázison, ahol egyébként napközben nem tudtam bejutni. Hát a 50%-et szerintem láttátok kamerán, mert be voltak kamerázva, én azt láttam, de némelyeken nem. Volt egy olyan pillanat, amikor hanyat kellett feküdni, és majdnem elaludtam, mert egyébként álmos vagyok, és napok óta nem aludtam, és tök jó volt, ott hanyat lefektettek, betakargattak, addig bírtam kiröhögés nélkül, de nem akartam inzultálni szegény színészeket. Hát volt egy vacsora is, nagyon ufósan, ott előadták magukat, de tényleg tök jó volt, hogy átvették ugye a szokásainkat, borral kocintottak, bármit, amit csináltam, azt utánozta valamelyik hölgy, most ezt hirtelen nem tudom ki, de piszak jó volt. És aki benn van az űrhajóban, hát az meg minden nap egy nagy ajándék nekünk. Tehát az az ember, aki benn van, hogy az mennyire vesz részt a játékban, figyeljük az arcát, figyeljük a gesztusait, hogy mennyire van elvarázsolva ettől az egésztől. Meg jó adni úgy ajándékot, hogy tényleg az összes szucsev egy nézővel foglalkozik. Szerintem ez szuper érzés lehet az embernek.